Sziasztok! A hóvarjú horoszkóp rovatát látjátok, és most egy kicsit komolyabb vizekre fogunk evezni, mert megnézzük, hogy mit hoz a 2024 pénzügy területén. Jelen esetben most megnézzük azt, hogy a nyilasoknak mit fog hozni. Ez az új esztendő. Nézzük, hogy mely területeket fogjuk érinteni. Megnézzük azt, hogy milyen szerencse éri a nyilasokat 2024-ben, milyen szerencse számokat kell megfigyelniük, mik hozzák meg a szerencsét, milyen szerencsés találkozások várnak majd rátok, milyen szerelem, milyen szívdobogtató szerencsés találkozások lesznek, mely komoly szerelmeket, boldog pillanatokat, órákat, napokat, éveket fog hozni nektek illetve betekintünk abba is, hogy milyen pénzügyi helyzeted lesz 2024-ben, milyen változások várnak rád, és mire kell figyelned. Na tehát akkor vágjunk bele, hogy 2024 pénzügy területén mit fog hozni a nyilasok számára. Nézzük, hol bukkan föl a szerencse a nyilasnak. A nyilas Ritka szerencsés évre számíthat 2024-ben olyannyira, hogy már az év elején is belelendül a dologba, aztán valahogy nem akar majd megállni az év végéig. Azért viszont tenni is kell valamit érte. A lottón végre komolyabb nyereség is bejöhet, annyit kell hozzá, hogy tudjuk, milyen számokat kell megjátszani? Hát ilyen egyszerű ez. A számok eddig végig ott voltak a nyilas tárcájában, pénztárcájában. Miért is? Hiszen a személyigazolvány számod fogja megadni a megoldást. Milyen számokat keres a személyigazolványodon? Na nézzük, a személyigazolványodon keresd meg a személyigazolvány számát. Tehát az igazolvány száma például, vedd elő, és nézzük. Tételezzük föl, hogy ez a hat szám a te esetedbe, a 34, a 26, a 34 és a Cecil Ferenc. Tehát 6 számjegy plusz két betű. Ebből képes számokat az alábbi módon mindjárt mutatom. Addig vedd elő szépen a személyigazolványt, esetleg megállíthatod a videót addig. Na, tehát akkor nézzük a szerencsek 2024 milyen számokkal játsz. Ugye a személyigazolványodat előveszed, kis plastikkártya, vagy van akinek még a régi fajta. Hogy néz ki? Első számjegy, ugye az előbbi eset példából véve, ugye a hármas, az első két számjegy tehát a 34. A második és a harmadik számjegy 42, a harmadik és a negyedik számjegy a 26, a negyedik és az ötödik számjegy a 63, az ötödik és a hatodik számjegy pedig a 34-es. Na most lehet, hogy úgy adódik, hogy ez a két szám az több, mint 90, akkor úgy kell kombinálnod ezeket a számokat, hogy 90 alá essen. Viszont az is lehetséges, hogy 45 alá esik. Tehát az mit jelent? Az azt jelenti, hogy duplán szerencsés lehetsz, hiszen ugyanezeket a számokat megjátszhatod, a hatos lottón is. Tehát dupla-dupla-dupla szerencse várhat rád. Tehát vedd elő a szemigazolványodat, nézd meg a számokat, és a fenti módszerrel, ahogy az előbb elmagyaráztam, választ ki a szerencse számaidat. Ügyesen! Nézzük, milyen nyerő dolgaid lesznek 2024-ben. Ugye a nyerő számaid, az előbbiekben elmondtuk, és ezzel lottóz. Ötös, hatos. Lottó. Milyen szerencse állataid lesznek 2024-ben? Természetesen ezek az állatok lehetnek szimbolikusak is, ugye nem feltétlenül találkozol minden nap állattal, de akár meg is lehet, hiszen a te szerencse állataid a méhecske, a csiga és a fekete kutya. Na most, ugye hát Csigával nem feltétlenül találkozunk minden nap, de ezek az állatok megjelenhetnek bárhol. Lehet, hogy séta közben fogsz velük találkozni, lehet, hogy egy könyvben olvasol róluk, illetve valahol egy filmben látod őket. Na most a te feladatod az, hogy gondolkozz el azon, ami akkor abban a pillanatban megszületik benned. Mi történt? Milyen intuíciód van? Mik azok a pillanatok, azok a gondolatok, amik eszedbe jutnak akkor, amikor ezeket az állatokat meglátod. Na most ez azt jelenti, hogy neked akkor azzal dolgod van. Mi a dolgod? Átgondolni, mert akkor fog jön meg az ötleted, megszületni benned, ezért nagyon-nagyon-nagyon figyelj oda, amikor meglátod ezeket az állatokat, jusson eszedbe az, amit mondtam, hogy ezen gondolkodnod kell. Tehát, ha méhecskét látsz, ha csigát látsz, vagy fekete kutyát, akkor kicsit nyugodj meg, gondolkozz el, és meg fog jönni az a gondolat, ami a szerencsélet meg fogja hozni. Tehát Méhecske, csiga, fekete kutya. Viszont 2024-ben szerencsés találkozások is várnak rád. Kik azok a személyek, akik ezeket a szerencsés találkozásokat meghozzák? Erika, Zsuzsa és Tibor a nevük ezeknek az embereknek. Figyelj rájuk, olyan gondolatokat fognak veled közölni, amit lehet, hogy amúgy elengedtél volna a füled mellett, nem nyitottál rájuk, nem nyitottál feléjük. Tehát amikor velük találkozol, akkor nagyon-nagyon gondolkoz el azon, amit ők mondanak és javasolnak. Erika, Zsuzsanna és Tibor lesz a nevük. Nézzük, hogy melyek lesznek a szerencse hónapjaid 2024-ben. A te szerencse hónapjaid a január, a március és az augusztus. Ez nem azt jelenti, hogy csak akkor lesz szerencséd, de ezekben a hónapokban tulajdonképpen bármihez nyúlsz, minden, minden szinte arannyá változik a kezedben, jó döntéseket fogsz hozni, hol pozitív, hol negatív döntéseket kell hoznod, de mindez azért van, hogy neked a szerencséd. 2024-ben meglegyen. Tehát január, március és augusztus ezekben a hónapokban nagyon-nagyon gondold át, amit előzőleg megterveztél, és ha döntést kell hoznod, ne halogasd, lépjél, és hozd meg ezt a döntést. Nézzük, hogy milyen szerencsés Szerelmi találkozásokat fogsz megélni 2024-ben, és mivel, hogy horoszkópról beszélünk, ezért most nektek csillagjegyeket fogok mondani, amikre különösképpen figyeljetek oda. Tehát a te szerelmi találkozásaid bakokkal, oroszlánnal, illetve rákkal lesz. Mint ahogy mondtam az előbb is, nem azt jelenti, hogy mással nem fogsz ugye találkozni, és más csillagjegy nem hoz neked esetlegesen szerencsét, de különösképpen ezek a csillagjegyek azok, amelyek a te szerencsédet meghozzák. Ezért érdemes beszélgetést úgy alakítani, hogy megtud az emberről, hogy mikor született, és meg tudod nézni, hogy ők milyen csillagjegy alatt születtek. És akkor elgondolkozol azokon a dolgokon, amiket beszélgettél velük, amiket mondtak neked. És ez jól megfontolva, meghozzák a szerencsédet. Tehát a bak, az oroszlán és a rákjegyűek. Nézzük, hogy pénzügyek területén mit hoz neked a 2024. Miben gondolkoz? A nyilas jegy szülötteinek 2024 nagyon izgalmas év lesz, hiszen pénzügyi szerencsén túl, a szerelemben is szerencsések lesznek. Ami azért is izgalmas, mert azon túl, hogy párra találhatnak az egyedülállók, az új párjuk elég jó módú is lesz, így mind érzelmileg, mind anyagilag komoly fordulat áll be az életükbe. Akik viszont boldog párkapcsolatban élnek, azok se aggódjanak, hiszen párjuk révén fognak. Megerősödni, hiszen társuk új munkát kap, vagy egy vállalkozásba, vagy befektetésbe lesz komoly nyeressége. Viszont, amire nagyon ügyelj. Azáltal, hogy anyagilag megerősödsz, 2024-ben nagyon sok irigyed is lesz, hát hiszen, tudod, ez Magyarország. Itt sajnos senki nem örül a másik sikerének, hanem inkább gáncsot próbál vetni, hát, Ilyenek a magyarok. Kerüld el a rossz indulatú embereket, így sajnos egy olyan embert is el fogsz veszíteni, akit a barátodnak hittél eddig. De ne bánykódj, ilyen veszteség van, és ez a veszteség tulajdonképpen nem is veszteség számodra. Ez volt a Hóvarjó horoszkóprovata. Kövess bennünket, iratkozz fel, ott a Hóvarjú alatt lévő scribe gomb megnyomásával, amit tudod, angolul van, de magyarul feliratkozás jelent. Kövess bennünket a Hóvarjú csatornán, hisz sok érdekességet fogsz látni, akár horoszkóp, akár más területen is. Hallgassd ismét végig a horoszkópodat, és vigyázz magadra, és legyen szép napod! Szia!